Ide menekült szerbek, horvátok, szlavónok, magyarok egyaránt jelen vannak a várban. Szigetvári várkapitányok a mai Belgrádig, az akkori Nándorfehérvárig elmennek adót beszedni. Ez egy több napos túra, ha belegondolunk, lóval ellenséges területen, és retteghetnek tőlük akár a Dunán, akár a Dráván az oszmán utánpót leszállító hajók kapitányai, hiszen rendszeresen rájuk ütnek, kifosztják őket, és immár az 1560-as években Zrínyi katonái Buda ellátását veszélyeztetik. Tehát, hogy így érthető meg az, hogy 1566-ban, amikor az Agg 72 éves Szulejmán szultán még egyszer elindul egy nagyobb hadjáratra, akkor miért nem egyenesen Eszékről Budán át Bécs felé tör, miért kell egy kitérőt tennie az egyébként számára valószínűleg nem túl jelentős Szigetvár irányába. Úgy tűnik, hogy nagyon is jól átgondolt az az oszmán haditerv 1566-ban, hogy csak akkor lehet a teljes a hódoltság megszállása, Dél-Dunán túli megtartása és a Bécs elleni ostrom, ha Szigetvár elesik. Ami a konkrét politikai vonalvezetést illeti, egészen eddig az oszmán birodalom folytonosan két frontos háborúban állott. Nagyjából úgy lehetne összefoglalni a taktikáját, hogy egy lépés keleten, egy lépés nyugaton. Ez azért is szükséges volt, mert a korabeli hadakozás, a korabeli technikai termelési viszonyok között bizonyos területeket nem lehetett állandóan katonai nyomás alatt tartani, mert nem lehetett eltartani a hadseregeket. Na most a 16. század elejéig ez remekül ment, és a fordulat abban az értelemben is áll, hogy Szelim szultán, tehát Szulejmán szultán apjának az idejében az oszmán birodalom ezt a hagyományos egyensúlyt fölrúgta, és csaknem kizárólag keleten hadakozott, pont azért, hogy elérje az említett célokat, tehát a Közel-Kelet meghódítását. Ez viszont azzal járt, hogy a birodalmon belül mind az elit, a hangadó elit, a vallási elit és a katonai elit, mind pedig a társadalom széles rétegei, ennek elege lett a muszlimok elleni hadakozásból, és egyértelműen követelték, hogy ennek vessenek véget, és valójában az oszmán birodalom igazi küldetését hajtsák végre, tehát a keresztények ellen forduljanak. Úgyhogy amikor Szulejmán szultán 1520. szeptemberében trónra lépett, akkor tulajdonképpen nem volt más választása, mint szakítani apja addigi keleti politikájával, és nekivágni egy új kalannak, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a nyugatnak a meghódítása. Szulejmán szultán utolsó évtizedében, életének utolsó évtizedében lényegében teljes ellentéte volt a korai, hogy a élete közepén regnáló szultánnak, állandóan háborúba járó, egyik hadjáratot a másik után vezető szultán helyett egy otthon ülő szultán lett belőle. 1555-ben megkötötte perzsákkal az úgynevezett amásziai békét, amelyben 100 évre sikerült egy modus vivendit kialakítani a perzsákkal, és attól kezdve ő személyesen már nem járt háborúba. Különböző hadjáratokat különböző oszmán főemberekre, vezérekre, nagyvezérekre vagy tengernagyokra bízta, de nagy birodalmi hadjáratot 1555-től fogva nem vezetett. És látnia kellett, hogy tulajdonképpen a nagy tervei, a nagy álmai hogyan foszlanak semmivé. És hát ezt nem csak ő látta, hanem a birodalom vezető rétege, a Szeráj népe, Isztambul népe, amelynek a hangulata azért mindig fontos volt az oszmán vezetés számára. Egyre elégedetlenebbek voltak az uralkodóval. Szulejmánnak a 30-as évek végére, 40-es évek elejére le kellett volna vonni a következtetést, hogy baj van, túl sok helyen van elfoglalva a birodalom, és dönts, el kell dönteni, hogy mi a fontos, és ő igazából élete végéig nem tudta eldönteni, hogy mi a
fontos, és ennek az lett az eredménye, hogy a birodalom erőforrásait a legkülönbözőbb frontokon szimultán egyszerre folytatott hadjáratokban fecsérelte el. Ennek egyik legkirívóbb példája, amikor 1552-ben az oszmán birodalom haderői egyszerre 5 vagy 6 fronton álltak háborúban a földközi tengertől Magyarországon át Iránig és a Perzsa-öbölig, és magával önmagában azt jelentette, hogy sehol nem fognak tudni elérni nagy eredményt. Úgyhogy élete végén az lett, hogy a római birodalom újra teremtése helyett, vagy esetleg a római hódítás helyett egy magyar határvidéki vár, Végvár, Szigetvár elfoglalásával kellett megpróbálkoznia, hogy megmutassa ismét a híveinek, hogy ő még mindig ugyanaz a harcos szultán, aki uralkodása első évtizedében volt. Szigetvár a maga nemében jól volt-e megerősítve? Azt gondolom, hogy jól volt. Tehát egy hónapos ostromot képes volt kiállni a török főerőkkel szemben. Tehát nagyjából azt veszik, hogy a 2500-2300 várvédővel szemben. Jót volt 50-60 ezer fős török sereg, de ezek a számadatok még nem adják vissza a valóságot, ugyanis a várvédőknél be kell számítani azt, hogy ott van a környékről beköltözött civil lakosság, a várban élő, hát nem is igazából a várban, hanem az óvárosban élő, és az újvárosban élő civil lakosság, akiket bevonnak a várvédelmébe. A török oldalon pedig azért be kell számítani azokat a környékbeli jobbágyokat, akiket oda hajtanak műszaki munkára. Tehát az a maga nemében egy ostromnál ugyanolyan lényeges, hogy legyen elég munkáskéz az ostrom töltések elkészítésére, az ostromákok elkészítésére, ágyusláncok építésére, és erre mondjuk ne a harcoló egységeket kelljen igénybe venni, akik így gyakorlatilag csak a rohamokkal, az ostrommal törődhetnek, tehát konkrétan a harccal. Azt gondolom, hogy ez Zrínyi Miklós reakcióiból azért lehet arra következtetni, hogy a várvédelmének az alapkoncepciója arról szólt, hogy a védők az ostrom kezdetekor visszavonulnak a várba. És nem foglalkoznak se az újváros, se az óváros védelme, hanem ezt lerombolják, ugye, hogy ne ossza meg így az erőket. És ugye ezt bizonyítja még az is, hogy az óvárost a várral egy körülbelül durván 100 méter hosszú híd kötötte össze, egy nyitott híd, amit a törökök képesek voltak tüzességgel belőni. Tehát gyakorlatilag ott a mozgás rejtetten csak éjszaka történhetett, és akkor is eléggé korlátozott volt a mozgás lehetőség, az áteresztő képessége az ennek a fahídnak elég csekély volt. Tehát nem lehetett több ezer védőt ott manővereztetni. Ugye a várvédelem, amiről azt látjuk, játékfilmekből, hogy rohannak az ostromlók, fölmásznak a falakra, és akkor vívnak, kardoznak, lőnek ágyúval, minden. Igazából ez a része a várostromnak, ez pár órát jelent. Abból az időtartamból, ami például Zrínyi várán, vagy a Szigetvárnál egy hónap, 60-nál, vagyis Gyulánál 60 nap, 2 hónapos ostromot jelent. Igazából a várostrom nagyobb részt a szolgálatot jelent a védők részéről. Tehát egy nappali őrséget, éjszakai őrséget, folyamatosan figyelemmel kísérni az ellenséget, mindig készenlétbe állni arra, hogy a falakra ki tudjanak menni, harcolni tudjanak. Egyik pillanatra a másikra egy fáradt, pihenő állapotból, egyik pillanatra a másikra harchelyzetbe kell lépni a katonának, és teljes erőbedobással harcolni. Ez azért fölörli a katonáknak a lelkét is, meg a testét is. Egy ostromlott várban ott van 2500 védő is. Körbe törökök vannak, 50-60 ezer török, akik arra készülnek, hogy megöljék ezeket az embereket. Ez egy olyan hatalmas pszichés nyomás, amit nagyon nehéz elviselni. És azt gondolom, hogy itt Zinyinek nem a meggyőző, meg a szónoki tehetsége volt nagy, hanem egyszerűen egy nagyon kemény katona volt.
Tehát fegyelmet tartott fönn a várba. Ugye a vár ostrom előtt az első aktus az, hogy megfelesketi a várvédőket. És ott olyan rendszabályok vannak, hogy aki a törökkel szóba áll, az halállal lakol. Tehát nagyon szigorú rendszabályokat vezetnek be, és ezt neki be kell vasalni. Tehát nincs pardon. Samoga kulta, možda u 19. stoljeću kod Hrvata je najvažnija Zajčeva opera. Nikola Šubić-Zrinski iz 1876. To je postalo vrlo popularno djelo, to je zapravo najpoznatija nacionalna opera Hrvata. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. I ona je bila jako, jako mnogo puta izvedana i u svoje doba i u 20. stoljeću. Čak možemo reći da kod Hrvata uvijek kad se oživljava kult Nikole Zrinskog, kao recimo 1966. Onda su postavili na scenu operu i izdali su singlicu sa najpoznatijim hitovima opere. Ali taj kult kod Mađara se nije mijenjao i u 20. stoljeću ostao je on kao nacionalni junak i kao važna osoba za nacionalnu povijest i nisu baš previše mijenjali ni u doba socijalizma. Dakle, mnoštvo ulica ima u Mađarskoj nazvane po njegovom imenu i to i nisu promijenili za vrijeme socijalizma kad su mnoge nazive ulica promijenili. Kod Hrvata, međutim, bilo je malo drugačije. Već 1866. pravaši, odnosno Ante Starčević, se suprotstavio kultu Nikole Sigetskog. Rekao je da Nikola Zrinski-Sigetski ne može se nazivati hrvatskim Leonidom, jer Leonida je umro braneći svoju domovinu, a Nikola Zrinski je umro poginuo braneći Beč, odnosno Austriju. Ali s ovom njegovom rečenicom se ostali zastupnici u Hrvatskom saboru nisu složili i nije se složio ni hrvatski povjesničar Tadijas Mičiklas, koji je u svojoj pregledu hrvatske povijesti opet nazvao